Bam! Na pontosan így kéne szétrugnod azt a like gombot. Erre a bejövetelre amúgy szerintem senki sem számított, de hát tudjátok, ilyen az elek, mindig meglépi a váratlant. Na de itt is vagyunk egy újabb péntek esti horror videóban. Rettentő régen néztünk már meg közösen rövid horrorfilmet, szóval itt is van az ideje, nem is húzom az időt, hanem egyből kezdjünk is bele. Jaj, de tipikusan horrorfilmesen indul ez az egész. És persze, hogy full felülnézetből van. Hát hogy is lehetne, az egyébként a horrorunknak a címe, hogy ne szedd meg a szabályokat. Mert mi lesz, hogyha meg fogjuk őket szegni? Aha, most mennek valami kis vidéki helyre kikapcsolódni, és annak a háznak, ahova mennek, különböző szabályai vannak, például az, hogy sötétedés után ne nyisd ki az ajtót. Miért ne? Aha, és egy erdő közepén van ez a ház. Jaj, de nem tetszik! De figyeljetek, hogyha ez nem egy horror lenne, akkor végül is még barátságos is lenne meg minden. Nézzük a jó oldalát! Kettő lány az erdő közepére megy egy ilyen kis otthonos kunyhóba. Mi baj lehetne? Mondjuk mindkettőjük meghal. És senkinek sem fog feltűnni, hanem majd a következő bérlőnek, aki bizony jön. Vagy pedig a takarító cégnek. Annyi para kameraszög lesz itt, már most mondom. De ennek a háznak tényleg miért vannak ilyen szabályai, hogy nem szabad kinyitni sötétedés után az ajtót? Nem gyanús nektek, hogy valamit nem stimmelhet? De ahogy látom, nagyon el vannak ragadtatva a tájtól. És az is fura, hogy egy csomót hangosítottam, és még mindig rettentően halk. Szóval tudod, hogy lesznek jumpscare-ek, amelyek pedig nagyon is hangosak lesznek. Jaj, de jó, be is esteledett. Ők pedig csillezgetnek is. Télelőtök legalább van ott az erdő közepén? Vagy még az sincsen? Na! Nagyon is kopogtak. De hát az ajtót nem szabadna kinyitni. Várj csak, te tudod, a ház szabályait, nem szabad kinyitnunk az ajtót. Hát azért attól még kinézhetnétek, hogy mégis ki van ott. Ez egy rettentő fura szabály. Fú, de durva akcentusuk van amúgy. De most kajakra kopognak, ti pedig csak tanakodtak és meg sem nézitek, hát nincs valami kukucskáló? Vagy ne talán ott egy ablak, amely telibe rálát az ajtóra? Hogy lehettek ennyire, de ennyire felelőtlenek? És elmész aludni? Hát de most kopogtak! De kajakra, nincs bennetek ennyi, hogy megnézzétek, hogy mégis kikopogott. Jaj, de jó, és persze, hogy teli hold van, mi más is lehetne? Engem annyira furdalna a kíváncsiság, hogy én nem bírnám, hogy ne nézzek ki ilyenkor. SMS-ezik egy ismerősével, aki kérdezi tőle, hogy elmondta, de neki mégis mit? Még csupán most érkeztünk a mi kis vakációnkra meg, szóval nem szeretnék szakítani vele itt. Ajjaj, akkor ők ezek szerint járnak, és a kapcsolatuk nagyon is megromlott. Már nagyon régóta tervezgeti ezt a közös vakációt, és nem szeretném elrontani. Ne legyél ennyire érzelmes, mondd meg neki, hogy vége van. És lehetséges, hogy neki már a barátnője háta mögött van egy újabb barátnője? Na, végre benned van annyi, hogy te kinézel legalább. Valaki minthogyha segítséget kiáltana? És mondaná, hogy engedjék be. Nem már! Egyetlen egy szabályod van, hogy ne nyisd ki az ajtót este! Te mit csinálsz? Kinyitod! Akkor utána ne csodálkozzunk már, hogyha te meg fogsz halni. Mi van akkor, hogyha csak egy hangszórót raktak oda? De fú! Miért jeztegetsz így? A hang alapján sokkal fiatalabbnak tűnt ez a nő. Kérlek, bemeltek és telefonálhatok egyet? Hát persze, gyere csak! És beengedi ezt a paranőt! Értem én, hogy kedvesek vagyunk meg minden, de a saját életünk meg a saját épségünk legyen már fontosabb, mint mások.
Nagyon nem tetszik nekem ez a hölgy. Úristen, azt hiszem, hogy eltört a bögréd. Hadd hozzak neked egy újat. Egyre furább ez a hölgy. És hogy vagy ennyire bunkó a vendégségbe? Hát a fel az asztalra ment. Legyél már inkább hálás. Hol van a kocsit? Te kocsival jöttél? Aha, hogy nem véletlenül pacsálta ki a teát, most nagyon is rajzol neki valamit. De mégis mi volt az? Mi? Na az mondjuk baj. Elment a házban az áram? Hát persze, hogy elmegy. Mivel egy horrorban vagyunk. Hello? A nő pedig, akit beengedett, eltűnt. És tudjátok, már az emeleten lehet a barátnőjével. És lehetséges, hello? Hogy már nincs is barátod, és nem is tudsz kivel szakítani. Ugyanis már megölte. Hát kellett neked megszegni a szabályt. Mondja is, hogy ez nem vicces. Hát persze, hogy nem vicces. Mivel ez nem egy vicc. Mindjárt jön a jumpscare, és meg fog jelenni mögötte. Fénnyel, ugye? A barátnője felébredt. A kis elemlámpájával. Várj csak, nem mondd azt nekem, hogy te kinyitottad az ajtót és beengedtél valakit. Csupán 5 percre döltél le, majd amit visszajössz, ez történik. Telefonálni szeretett volna. Ne legyél már ennyire érzelmes, és ennyire kedves mindenkivel. Tudja, hogy csak a fürdőszobánkban van. Aha, a fürdőszobátokban mi? Hát nézzétek meg akkor, hogy ott van-e. Most azonnal el kell tűnnie a házunkból. Itt vagy? She's not in here. Where is she then? Hát nincsen ott. Na de hogyha nem a fürdőben van, akkor mégis hol van? Annyira nem tetszenek ezek a kameraképek, hogy telibe csak egy gyertyával világítják be ezt a sötét házat. Na, legalább most már megvan az idősebb hölgy. Azt hiszük, hogy neked távoznod kéne. Ráadásul még adnak neki egy telefont, és a nyugodtan telefonál, de azt mondja a hölgy, hogy a telefon nem működik. Miért nem? Eddig működött. Mi történt vele? És tudjátok, kiderülne, hogy már a lányoknak a mobiljai sem működnek, mivel a nőnek van valami rossz energiája, amely mindent tönkretesz. Lehetséges, hogy nem is egy valódi ember ő. Azt hiszem, hogy én itt fogok maradni veletek. Hát ezért volt nektek megtiltva, hogy este kinyissátok az ajtót. A főbérlőnknek van egy fontos szabálya, hogy ne engedjünk be senkit, így nem maradhatsz itt. Figyeljetek, kis hölgyek, ti már megszedtétek a szabályt. És én nagyon is itt vagyok. Mit szeretnél? Pénzt? Kaját? Vagy mit? Mit mondott? Ne haragudjatok, most visszatekerek. Játszunk egy játékot. Jaj, de jó. Milyen játékot? Most már csak ilyen para jóslós kártyák kellettek ide, de tényleg. És tudjátok, mindjárt hajnali 3 is lenne, meg minden. Aha, szépen le is helyez eddig 4 lapot, de szerintem lesz egy 5. is. The card that you pick will decide your fate. Meg fogja mondani a sorsodat az a kártya, amelyet kiválasztasz. És tudjátok, valamelyiken halálfej lenne, és akkor bizony azzal a hölgyel, aki azt választaná, végezni fog.
és nincs is nagyon más választásuk. Muszáj játszani vele. De amúgy, mindig van más választás végül is. Mi az a cucc? Ez is valami boszorkányos tárgy. Tűnjetek már innen. Hogyha ő nem megy el, akkor bizony, menjetek el ti. De szerintem ez a hölgy nem engedne titeket innen el. Ez egy bagoly. Mi? A szemében látható, hogy mozog valami szörny. Na ez nagyon nem normális. Köszönjük, detektív Robert! Kellően megállapítottad ezt most itt. Aha. Mi ez a szörny? Valami kecske ember vagy mizu? Lehetséges, hogy az erdő tele van ilyen kecske emberekkel? De tényleg, minthogyha... És ez a paraszem mi? Ez a nő tényleg egy boszorkány lenne, és lehet, hogy ezen a helyen, ahova épült ez a ház, boszorkányokat áldoztak fel, meg minden, és bizony brutálisan durva történelme van ennek az épületnek, meg ennek az erdőnek. Ők pedig pont oda mentek kikapcsolni, de hát a kikapcsolódásból hamarosan egy rémálom lehet. Minthogyha amúgy ott az ablakban én láttam volna valamit, vagy már csak halucinálok? Várjatok, ezt még nézzük vissza, utána pedig ígérem, hogy nem fogok tovább tekergetni. Hát itt nagyon is van valami! Lehetséges, hogy ő volt ott is? Annyira creepy hatása van ennek az egésznek! És olyan rossz érzést vált ki ez a horror az emberből. Szóval profin van elkészítve. Hát ez a horroroknak a lényege, hogy féljünk. Ráadásul nem is kicsit, na de amint belenézett, ki is választja a kártyáját, amely meg fogja mondani az ő sorsát. Na milyen sors fog vajon rávárni? A barátnője pedig a másik szélén lévőt választja. És a hölgy is választ magának egyet? Mutassátok már, hogy mi az? A szerelmesek! És tudjátok, megjósolná, hogy igazából már az egyik bizony szakítani akar. Mi? És kajak az lenne? Ne! Kajakra az egyik a halált húzta. De melyik húzta halált? Aki hazudik a barátnőjének és nem mert vele szakítani? És ő fog most bíráskodni felette? Te választottad a sorsodat, és így random előkapja a kést. Full normális ez, hát persze. Ne. És itt is van már az újságcikk, hogy bizony, ez egy megoldatlan rejtély, és meggyilkolták a hölgyet ebben az erdő közepi kisházban. És tudjátok, hány gyanútlan nyaraló fog még oda menni. Én bízok abban, hogy nem lesz már több áldozata ennek a háznak. De hát ki tudja. Ezért kell a szabályokat betartani. Ez a videónk tanulsága. Hogyha mentek egy erdőbe, egy faházba, és azt mondják, hogy ne nyisd ki az ajtót este, akkor ne nyisd ki, ugyanis ez történhet veled. Mert az a baj, hogy most itt jó, hogy mondom, meg papulok, én is kinyitottam volna. De szerencsére ez csupán egy horror volt, ami tudjátok, igaz történet alapján készült volna. De ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt. Kérlek, oda is iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!